Sziasztok! Na, hát nem az Újpest nem találkozó miatt jelentkezek be, hanem történt egy olyan dolog, ami hát eléggé vicces, mégpedig eladtam egy játékot, eladtam, hát igazából a direktorom adta el, Kovács Zoli, az adott játékost, most kaptam az üzenetet, hol is volt ez, ja, itt van. Előbb fogadott ez az üzenet, amin hát jól mosolyogtam, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy itt még nagybaltéri átigazolási szezon közepén megállítottam a játszmát, hogy ezt megmutassam nektek. Szóval Sági Tibor eligazolt Csákvárhoz, 425 ezeret fizettek ki érte, és akár 1,2 millió is felkúszhat az összeg. Hát ne kérdezzétek, hogy egy Csákvár hogy tudna ennyi pénzt kifizetni, már a 425 ezer is elég durva, pláne úgy, hogy igazából Sági Tibornak lejárt volna a szerződése az év végén, úgyhogy hát ez így meg mindenképpen vicces. Nem tudom, miért volt ennyire fontos számukra, hogy itt már ezt a fél szezont nem bírták volna kiválni, és a ráadás még igazából most fog jönni. Nézzük meg a gyereket, hogy hogy is néz ki. Igen, ennyi. Gyakorlatilag egy nagy nulla, ennek ellenére a Csákvának minden pénzt megért. Hát a 20-as determinésen egyedül, ami perfekt, de ezen kívül ugye hát égvilágon semmi gyerek, láthatjátok, hogy technikailag nulla, mentálisan is igazából, hát ezen kívül nem lehet úgy pozitívumot elmondani róla, hát fizikálisan is olyan, amilyen. Nem értem tényleg, hogy miért volt ennyire szükségük erre a gyerekre, de minden állon akarták, és hát Kovázói nyilván is üdötte itt az üzletet a fejem fölött, aminek hát nagyon örülök egyébként, mert jó pénzt kaptunk ezért a hulladékért. Hát ezzel akartam igazából demonstrálni, hogy milyen pocsékul igazolnak a magyar csapatok továbbra, és tök mindegy, hogy mit csinálsz. Elképesztő, brutális, és ami még igazán vicces, és egyszerűen könnyesen rögtem magam, hogy ez a gyerek a Csákvárnál 600 ezer fontot ér, ami hát nem tudom, hogy jött össze. Hogy a fészkes fenébe érhet ez a gyerek 600 ezer fontot? Most ezt magyarázza meg valaki, hogy ez hogy kalkulálta ki a játék. Hát nálam nem ér szerintem 10 ezer fontnál többet, max 20 ezeret. De a Csákvárnál úgymond a U19-es csapatukban 600 ezer fontot ér. Hát ezt nem értem. Tényleg magyarázza már meg itt nekem valaki, hogy ezt hogy hozta össze. A játék egyébként gyakorlatilag semmit nem fejlődött szerintem ez a gyerek nálunk. Miután ide került, hát láthatjátok, hogy konzisztenci. Szóval nem tud konstans teljesítményt gyújtani, igazából nagyon változó. És hát edzéseken nem is nyújtott valami jó teljesítményt, annak ellenére, hogy 20-as volt a determination, és elszánt volt, csak hát a lelkesedése nem vitte semmire. Úgyhogy mindegy, Csákvánál remélem jó helyen lesz, nagyon remélem, hogy megérte nekik ez a 425 ezer pont, nekünk biztosan, nekünk ez tökéletes volt, mert ez gyakorlatilag a úgymond árértékarányban a legjobb igazolásom eddig. No comment, de hogy ez a 600 ezer micsoda, ezt tényleg nem tudom mire vélni, úgyhogy ha bárki tudja, hogy ez ugye a fészkes fenébe kalkulálta ki a játék, ups, bocsánat, akkor jelezze nekem, mert hát ez nekem totál síkképernyő, úgyhogy elég durva, főleg, hogy a Csákvár MB2-ben is szerintem nem teljesít valami jól. Jaj, a 16-ak, 28 ponttal, ráadásul gyakorlatilag csak egy pontra vannak a kieső helytől, úgyhogy hát nem ez az igazolás fogja őket kimenteni a szarhömpölyből. Csúrjába basszus, a mezőkövesd az első. Úgy örültem, hogy végre megszabadultam tőlük, erre fel
Egyelőre elég valószínű, hogy visszajutnak. Pán a gyarvadás már ugye 7 ponttal van lemaradva. Ajjajajajaj, hát ez így elég gáz. Ezektől a semmire kerül csapatoktól nem nagyon lehet megszabadulni, úgy látszik az NB1-ben. Na mindegy, szóval hát ez igazán, ez mindent visz. Egyébként, ha már itt tartunk, új érkező nem volt, egyedül Gruber volt, aki távozott a Newcastle-be, hát ugye róla beszéltem korábban, hogy menni akar, és hát volt egy sérültem, vagyis van egy súlyos sérültem, aminek köszönhetően annyira nem akartam eladni, de voltak jelenkezők, ilyen 2 millió környéki. Végül kiírtam, hogy 3,5 millióért mehet, és a Newcastle bedugta ezt a 3,8-at. Ebből 3-at azonnal átutaltak, és 800 ezer majd később jön, ezért van itt egy kicsit alacsonyabban még úgymond ez a sáv. Szóval papíron már pluszba vagyunk igazolás terén, amit azért nem gyakran sikerült eddig összehozni. Úgyhogy ez mindenképp jó üzlet volt, pláne hogy annyira nem jó játékos, nagyon jó magyar. Ez az egy dolog tartott vissza tőle, ugye, hogy eladjam, de mindegy. Látható azért, hogy túl sokat nem fogott játszani, mert már kölcsönadási listára tették. 2,5 milliót ér most, visszaigazolni nem fogom, hogy visszahozni, mert ez egy magasabb ére. Korábban 3,800 fontot keresett heti szinten. Most meg ugye hát gyakorlatilag 100%-ból fizettem kéne a bérét, és annyit nem ért, pláne, hogy tudom helyettesíteni, mert van bőven emberem. Annyi, hogy kicsivel több lesz most a külföldi a csapatban, mint eddig, de nem nagyon érdekel most már, megmondom őszintén, mert időszerű lenne valamit elérni ennyi szezon után. A magyarokkal nem nagyon sikerült, úgyhogy szépen apránként. Hát azért megpróbálom a csapat felét magyarból felépíteni, de nyilván több lesz most már külföldi játékos. Na jó, hát igazából ennyi. Molnár Gergőt akarják még itt kölcsön vinni, hát lehet, hogy nem fogom most így kölcsön adni, majd meglátjuk, mi lesz. Szóval a kérdés adott, magyarázzátok meg nekem, hogy a fészkes fenébe ér ez a Sági Tibor 600 000 fontot mondta Csákvárnál, Fárnásról Csákvár U19-es csapatánál, ilyen értékek mellett. Láttam a furcsaságokat a játékban, de ez azért nagyon über. Na jól van, majd jövök vissza, most ugye lejátszok itt az Újpest elleni találkozót majd, hát láthatjátok, hogy elég jól belevágtunk itt a Lecsóba, azért megvettük a Puskást is 4-1-re, Fejérvár 4-0-ra, Ferencváros 3-0-ra, most jön az Újpest, ha megverjük, akkor revansot veszünk, ugye, mert itt az ősszel egyen kikaptunk tőlük 3-2-re, akkor 9 pontra nő az előnyünk, és az már azért eléggé magabiztos lesz, de gyanítom, hogy előbb-utóbb úgy is leszakad az Újpest rólunk, úgyhogy totál mindegy igazából. Hát aztán megjövünk itt majd a Dinamo Kijevvel, és hát majd meglátjuk, hogy meddig visszük. Összei mérkőzést nem fogok mutatni, ha csak el nem jutunk itt az Európa Liga döntőjébe, mert többit meg gyorsan belezavarom, hogy legyünk már túl rajta is. Hát reménykedjünk benne, hogy a következő szezon már kicsit jobban sikerül majd a Bajnokok Ligájában, és nem ez az állandó csoport harmadik hely lesz a miénk, hanem kicsit előrébb jutunk. Na jó van, most akkor ennyi, ilyen rövid videó, ilyen rövid bejelentkezés, majd ha történik valami újabb, olyan vicces vagy komolyabb esemény, akkor jelentkezem. Addig is jó játékot mindenkinek, sziasztok!